Magyarország teljes területén iható a csapvíz, de nem mindenhol jó ízű. Hogy ilyenkor mi lehet a megoldás, erről beszélgetünk most. Milyen szerepe lehet egy hálózati vízadagolónak? Egy jól beszerelt hálózati vízadagolónak rengeteg szerepe lehet, irodában is és otthon is. A hidratáltságra egyre nagyobb hangsúlyt fektetünk, naponta 2-3 litert is megiszunk, és nagyon fontos az, hogy jó minőségű vizet igyunk. Mivel ez a víz már szűrt víz, amiket ezeken a gépeken keresztül megiszunk, így már semmilyen káros anyagot nem viszünk be a szervezetünkbe. Amellett, hogy nagyon egészséges és nagyon finom, a környezetünket is kifejezetten védjük azzal, hogy nem használunk annyi PET palackot, és nem kerül a szemétbe. Ezek a hálózati vízadagolók többféle méretben elérhetők, ez attól függ, hogy mekkora otthon a család, vagy hány fővel dolgozik, vagy dolgoztat a cég. Hol jöhet jól egy szódagép, vagy egy vízautomata? Akár otthon, akár az irodában jöhetnek jól ezek a vízautomaták. Ez a vízfogyasztás kultúrát jövője a komfortérzet miatt. Megszabadít minket az ásványvizes palackok cipelésétől. Főleg a nyári időszakban a munkáltatónak kötelező védőitalt biztosítania a dolgozói számára, így kifejezetten jól jöhet egy ilyen hálózati szódagép, mivel nagyon költséghatékony és korlátlan vízfogyasztás elérhető ezekkel a berendezésekkel. A hálózati vízautomaták már fantasztikus dizájnnal rendelkeznek, esetleg mobil applikáción keresztül is lehet ezeket a vízadagolókat, a hőmérsékleteket állítani. Az otthoni környezetben jól beleillik, esetleg egy modern konyhába, vagy pedig egy jól kinéző irodába.